Vasárnap nyílik meg a világ leghosszabb gyalogos függőhídja Portugáliában. A folyómeder felett átívelő 516 méter hosszú, 175 méteres magasságban lévő átkelőt acélkábelek rögzítik. A függőhidat néhány helybéli pénteken elsőként próbálhatta ki. Az elején kicsit ideges az ember, de aztán nyugodtan sétál rajta, mert nagyon biztonságos, mondta egyikük. Nagyon látványos, nem éreztem félelmet. Teljesen jól vagyok, hangzott egy másik vélemény. Az ibériai ország északi részén fekvő Araucában lévő tibeti stílusú függőhíd 2 éven át épült. A munkálatok költsége megközelítette a 2,3 millió eurót, átszámítva 900 millió forintot.